Mostantól hivatalosan is birtokba vették a gyerekek a 7-7 játékmúzeumot a Hímerházban. Székesfehérvár polgármestere ugyanis jelképesen az összes fehérvári gyereknek átnyújtotta a gyűjtemény kulcsát. Dr. Cserpalkovics András úgy véli, a pénteki megnyitó igazán most vált valósággá, hiszen benépesült azokkal, akiknek igazán szánták ezt a gyűjteményt, gyerekekkel. Jöjjenek el, nézzék meg ezt a múzeumot, töltsék be élettel a Hímerházat, és magát azon belül Réber hagyatékot is, és Éva néni hagyatékát is, gyűjteményét is, hiszen azt hiszem, hogy ők maguk is a gyerekeknek szánták itt Székesfehérváron ezeket a gyűjteményeket, és itt ebben a gyönyörű házban ez a gyerekzsivaj, azt hiszem, hogy ez egy tökéletes összhang. A város összes gyermekének szánt kulcsot Füle Blanka és Kráj Lilien vette át a polgármestertől. A megtiszteltetés azért őket érte, mert a novemberben meghirdetett névadó pályázaton az ő ötleteiket találták a legjobbnak, és végül ez alapján nevezték el a gyűjteményt. Hát anyáékkal a kocsiba találgattunk, és együtt találtuk ki ezt a tesóimmal. Lilien nagyon örül a játékmúzeum nyitásának, a kiállított ritkaságok között pedig már kedvence is van. Nekem nagyon tetszik, ahogy be van rendezve, és sok baba van benne, és ez tetszik, hogy nagyon jól be vannak rendezve, és mindenféle van. A másik oldalra megyünk, gyere, itt jön a kocsi. Hogy az élmény még teljesebb legyen, meglepetésekről is gondoskodtak a múzeum munkatársai. A szem előtt lévő játékokon kívül ugyanis rejtett kincseket is felfedezhetnek a kíváncsiskodók. Vannak olyan fiókok, ahol kézbe vehető apró dolgokat tettünk be. Például ilyenek a minikönyvek, egy külön élmény kézbe fogni ezeket a minikönyveket. Van olyan fiók, ahol kifejezetten játék van, tehát például kirakós játékok. Vannak olyan fiókok, ahol pedig az adott vitrinhez kapcsolódva mondjuk szagolható fűszerek vannak, vagy tapintható anyagok vannak. Jaj, de gyönyörű! Számtalan programmal készültek a házfoglalóra, egyebek mellett fotózás babaházas díszletekkel, családi alkotóműhely és játszóház várta az érdeklődőket. A programok azonban ezzel egyáltalán nem értek véget. A 7-7 játékmúzeum május utolsó hétvégén is játékos, érdekes foglalkozásokkal várja majd a családokat.